estét kívánok! Arról fogunk beszélni, amiről szombat reggel szinte mindenütt az országban, az olaszországi tragédiáról. Néha a csend segít, máskor az, másoknak az, ha válaszokat kapnak. Mi most ebben próbálunk segíteni. Az olaszországi tragédia kapcsán Ciglán Karolina gyermekpszichológust arról kérdezzük, hogyan lehetséges ilyen helyzetben támaszt adni. Karlovic Kristóf közlekedésmérnökkel pedig a baleset okait keressük majd. Láthatják egy túlélő gimnazista visszaemlékezését is, és egy édesapa is megszólal, aki hazahozhatta a lányait. Kapcsoljuk a Szinyei Merse Pál gimnáziumot is. De előbb egy összefoglaló arról, mi történt a nemzeti gyásznapon. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel, majd eresztették félárbócra a nemzeti lobogót a Kossuth téren. A megemlékezésen ott volt az államfő, az országgyűlés elnöke és a miniszterelnök is, valamint miniszterek, kormánypárti és ellenzéki politikusok. A parlamenthez elment egy olyan fiú is, akinek sikerült kimenekülnie a lángoló buszból. Az volt a szerencse, hogy még a ki tudtam menni az ajtón, ami már igazából lángolt, és én is majdnem megjegytem, aki utánam jött ki, az már nehezebben tudott kijutni. Nem tudott kijutni az égőbuszból az a kislány sem, akinek szülei egymást átölelve sírtak a Kossuth téren. A közjogi méltóságok személyesen is kifejezték együttérzésüket a gyászoló szülőknek. Láthatóan mindenkit megviselt a tragédia. Az olasz hatóságok az összes DNS mintát Milánóba viszik, és az olasz hatóságok ígérete szerint szerdára, legkésőbb csütörtökre a DNS minták alapján a halálos áldozatok azonosítása be tud fejeződni. Az államfő és felesége később a Szinyei gimnáziumhoz is ellátogattak, hogy egy-egy szálvirággal és mécsessel tisztelegjenek a baleset áldozatai előtt. És akkor elsőként kapcsolunk a budapesti Szinyei Merse Pál gimnáziumhoz, ahol ott van az ATV tudósítója, Várkonyi Gyula. Szia, jó estét! Ugye azt már tudjuk, hogy ma nem volt tanítási nap, de én úgy tudom, hogy már tudsz pár információt arról, hogy a holnapi napra hogyan készülnek a pedagógusok, pszichológusok, illetve hogy egyre többen mennek most ez este folyamán is oda emlékezni. Szervusz, Emilia, köszöntöm a nap hírek kedves nézőit is. Valóban elvileg a mai nap folyamán tanítási szünet volt papíron, csak a tanárok, illetve azok a pszichológusok voltak ma bent az iskolában, akik ugye arra készülnek, hogy holnap fogadják a diákokat. Azonban a gyerekek nem tudtak nyilván otthon maradni, hiszen annyira megviselte őket ez a történet, barátaik elvesztése, hogy be akartak jönni, együtt lenni, együtt emlékezni rájuk. Úgyhogy a pszichológusoknak ma már velük is kellett foglalkozniuk. A tervek szerint holnaptól beindul rendes menetében az oktatás, ám erre az iskola igazgatóhelyettese szerint kicsi az esély, hiszen a gyerekeknek több idő kell arra, hogy feldolgozzák, feldolgozhassák azt, ami történt barátaikkal, osztálytársaikkal. Egyébként itt a gimnázium előtt folyamatosan érkeznek a megemlékezők, hozzák a virágokat, hozzák a mécseseket. Néhány perccel ezelőtt több budapesti gimnázium osztály is megérkezett, ők is némán emlékeznek az elhunytakra. Úgy tudom, hogy lehetséges, hogy egy incidens zavarta meg a megemlékezést, valamiféle gázszivárgást észleltek a gimnázium épületénél, erről mit lehet tudni? Valóban kora délután gázszagot éreztek többen is, és a fővárosi gázművek vissza is igazolta ezt a történetet. Pont itt törhetett el egy gázvezeték. Akkor egy rövid időre el is kellett oltani a különböző mécseseket, nagy probléma legyen. Mostanra az hibát nagyjából elhárították, hogy újra éghettek a mécsesek, azonban már most jelezték, hogy egész éjszaka dolgozni fognak, hogy holnap már ne legyen semmi, ami akadályozza a megemlékezést, illetve az, hogy a gyerekek visszatérhessenek a gimnáziumba. Várkonyi Gyula, köszönjük szépen a tudósítást a Szinyei Merse Pál gimnázium előtt, tehát mécsesek hossza sora állt Gyula mögött. És akkor most nézzenek meg egy másik bejátszót, mert hogy ma a gyász napján több százan gyűltek össze a Kossuth téren, erről láthatok már a híradónkban is egy beszámolót, ahol több túlélő gimnazista is megjelent, és volt, aki kamerák előtt idézte fel, hogy mit élt át Olaszországban az autópályában. Erről jön most egy rövid részlet. Mindenki aludt, már este volt, és arra ébredtünk páran fel, hogy ütközött a busz. És igazából mindenki más mond a hírekben, nem tudjuk, miért ütközött a busz. Már
csak arra ébredt, hogy felé nagyon nagyot vezett, aki elölült jobb oldalt, az igazából nem valószínűleg túlélte, elölaltak meg a legtöbben. Szerencsére hátul, akik hátul ültek ott, kisebb-nagyobb sérüléseket tudtak venni, és igazából már 3 perc alatt a busz összeégett, és akinek volt annyira, hogy kimenjen, az ki tudott venni. Ugye előről terjedt jobban a tűz, hátul is elég kigyulladtak a kerekek, és hát valaki kiütötte az ablakot, valaki kimászott, és hát pár barátunk sem meg rászakadt a tető, úgyhogy igazából nem nagyon tudtunk kimenteni senkit, aki visszament, ő se tud, nem volt rá idő semmire. Felébredtem, és rám speciál gázak szorult az ülés, és megvártam, hogy mindenki elvett mellettem, mert gyorsan kifutottak. Aztán az volt a szerencse, hogy még ki tudtam menni az ajtóm, ami már igazából láng volt, és én is majdnem megjegytem, aki utánam jött ki, az már nehezebben tudott kijutni. Úgyhogy hát igazából nem, én hát megfordult a fejbe, hogy megállok, de igazából nagyon tudtam gondolkodni, csak kifutni az ajtón. Hát én tegnap este 10 után értem haza. Van pár felszíni sérülésem, meg inkább az ütközést ugye bevertem sok innen. És hát nyilván nem ez számít, mert voltak, akik jobban megsérültek. Én viszonylag könnyebben sérültem meg. Megyünk, és mondom, ma is megbeszéljük a dolgokat, mert mi is csak most találkoztunk a többiekkel is. Nem csak mi vesztettünk el barátokat, hanem mások is. És akkor itt a stúdióban Ciglán Karolina pszichológussal folytatjuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önkritikus kérdéssel kezdem már a sajtó nevében. Ilyenkor, amikor a sajtómunkatársainak a kérésére felelevenítik azt, ami történt a diákok, szülők, tanárok, akkor ártunk, vagy akár segíthetünk is azzal, hogy szembenéznek, visszaemlékeznek ezekre a pillanatokra? Én nem gondolom, hogy egy ilyen beszélgetés ártana valakinek, nem is muszáj ugye vállalni egy ilyen beszélgetést. De ami az igazi segítség, az nem is az, hogy a tényeket valaki feleleveníti, tehát a feldolgozást nem ez fogja annyira segíteni, mint inkább, hogyha, és nyilván inkább a szűkebb közegében, de hogy beszélni tud az érzelmeiről, arról, hogy ő hogy van, ő hogyan éli meg ezt az egészet, mert hogy nagyon sokféle érzés kavaroghat ilyenkor, egy felnőttben is, egy gyerekben pedig pláne. Akkor az, aki mondjuk a gyerekét figyeli, a barátját, ismerősét, kollégáját, aki átélte ezt az esetet, akkor nyugodjon meg, ha valaki beszél, és inkább akkor aggódjon, hogyha nem beszél? Az mindenképpen veszélyes lehet, hogyha valaki egészen magában tartja az érzelmeit, tehát visszavonul a társas kapcsolatoktól, izolálódik. Ez növeli sajnos annak a kockázatát, hogy később kialakulhat poszttraumás stresszavar. Tehát az első pár nap az nagyon fontos ennek a szempontjából, hogy találjon támogató közeget, és hogy ő is képes legyen akár fájdalmas érzésekről beszélni. Mennyire tud igazán támogató közeget adni mondjuk idegen pszichológusok hada, akik megjelentek már ott a tragédia helyszínen? Mit tudnak ők tenni, miben tudnak támaszt nyújtani? Én azt gondolom, hogy egyrészt abban, hogy elviselik azokat az érzéseket, amiket a gyerek, vagy ugye voltak ott felnőttek is, megfogalmaz. Tehát ez szokott ilyenfajta nagy tragédiák, traumatikus eseményeknél probléma lenni, hogy akár a közvetlen közeg is egy kicsit megijed attól, hogy így próbálja csitítgatni, vagy bagatelizálni, hogy jaj, ugyan már ne mondjam butaságot. Például a bűntudat lehet egy ilyen nehéz érzés, amivel gyakran szembesülnek ilyenkor a túlélők. A pszichológus például ebben tud segíteni, hogy
hogy tudja, hogy természetes, hogy ezek megjelennek, és hagyja, hogy, sőt bátorítja, hogy ezek normálisak, és ezeket szabad kimondani, mert hogy a gyász az tényleg nem egy egységes érzés, hanem lehet benne düh, szégyen, bűntudat, szomorúság. Ugye a mai kormányrendelet előírta azt a mai napra, hogy tanúra vagy más rendezvény keretében, de méltó módon megemlékezést kell tartani, és olvastam az interneten, hogy szakmai, pszichológusi fórumokon erről vita is alakult ki, hogy jó-e az, ha ebbe a tragédiába minden iskolást bevonnak az országban. Ön erről mit gondol? Hát ez nehéz kérdés. Nyilván, aki egy másik iskolába jár, annak ez egy olyan hír, ami nem úgy közvetlenül érinti, de azt mégis csak tapasztaljuk, hogy valahogy az egész országot megérintette ennek a súlya. Tehát valahogy ez úgy érezhető, hogy biztos, hogy azért is, mert hogy gyerekekről van szó, hogy tényleg van valamiféle közös gyász. Úgyhogy én nem látom olyan problémának, hogyha ez megjelenik valamiféle mondjuk egyperces felállásban, vagy valamilyen gesztusban. Az osztályfőnök.hu oldalra két szakpszichológus írt is egy rövid ajánlást, hogy milyen főbb támpontok mentén érdemes beszélgetni a gyerekekkel, és csak tényleg címszavakban azt emelték ki, hogy nagyon fontos és természetes az, hogyha valaki mutatja azt, hogy megrendült, esetleg sír, hogy ki lehet emelni a hősiességet, de azt is, hogy ezek a balesetek ritkák, tehát nem kell rettegést érezniük a gyerekeknek, illetve hogy mekkora kincs az élet, és hogy hát közteljesen hangzik, de hogy az élet apró örömeinek is örülni kell. Ezek azok a támpontok, amelyek mentén akár most bárki nézőnk is beszélgethet a gyerekével, hogyha kérdései vannak? Hát a legfontosabb az, hogy ami a gyerekben megfogalmazódik, arra kapjon szabad terepet. Tehát nem feltétlenül kell egy előre meghatározott végkifejlethez kiukadni a beszélgetésnek, hanem amit ő érez, gondol, ami felmerült benne félelem, azt meg tudja fogalmazni. Ami itt felmerült ebben az írásban, hogy ugye örülni az életnek, hogy az élet kincs, én azt úgy fogalmaznám meg, hogy különösen a közvetlen hozzátartozóknál, akiknél ugye az említett bűntudat megjelenhet, később a feldolgozás során, hogyha ez át tud alakulni valamiféle olyan hálává, hogy az életükért hálásak azért, hogy ők élhetnek, így tudnak emlékezni a meghaltásukra, hogy a közös élményekért hálásak, tehát ilyen módon. Igen, de ehhez idő kell. Ha már a közvetlen hozzátartozókat említettem, most a gyerekekről beszéltünk főleg, de beszéljünk a szülőkről is. Nézzünk meg együtt egy bejátszást, mert hogy az Egyenes beszédben Rónai Egon vendége volt itt késő délután, egy édesapa, Tóth Zoltán, aki szerencsére mindkét kislányáért, lányáért elmehetett a kórházba, és már itthon is vannak. Egy rövid részletet láthatnak ebből a beszélgetésből, tegeződni fognak a résztvevők, mert hogy régi iskolatársakról van szó. A kisebbiknek sem súlyos a sérülése, ugye? Hát maradandó olyan értelemben, hogy a fogai vesztette a hármat. Az egész úton, vagy csak néha jut az embernek ilyenkor eszébe, hogy de legalább élnek? Ahogy mész kifelé, megvannak azok a képek, amik átszaladnak rajta? Biztos, hogyha hosszan üldögélnénk és beszélgetnénk, akkor mindig előjönne egy-egy másik kép, és mindig másik jön elő. Mi úgy mentünk, hogy tudtuk, hogy van miért mennünk. A szülők egymásnak tudtak ott segíteni? Lelkileg akár? Hát, hír lehet, hogy voltak olyan szülők, akik ott szembesültek azzal, hogy gyermekük nem él. Igen, ilyenek is voltak, de ezt elég jól elkülönítettek minket. Tehát, hogy előbb kérdezted azt, hogy milyen ellátást kaptunk. Mi, amikor ott megérkeztünk a kórházból, utána elvittek ebbe a kaszárnyába, a kaszárnya mellett egy szállodába, biztosítottak enni, inni, később megszállást különböző helyeken, ahogy el tudtak helyezni minket. Minden rendben volt, vacsorát kaptunk, reggelit kaptunk. Tehát ilyen értelemben én kaptam Magyarországról üzeneteket, hogy ez a szállás is szabad, tehát hogy vannak emberek, akik befogadnak. Nagyon sok
önkéntes ment tolmácsolni. Tehát mi, amikor én megérkeztem a kórházba, azon kívül, hogy a beengedő ablaknál én egy papírt fölmutattam, hogy én vagyok a Tóth Sárai édesapja, olaszul le volt írva, a feleségem leírta, azon kívül én nekem nem kellett, nem volt nyelvi nehézségem, mert volt önkéntes, aki oda ment, és azt mondta, hogy ő segít. Hogyan tovább? Ugye, ahogy mondtad az előbb, nektek volt miért, igen, volt kiért kimenni. De a neheze számotokra meg most következik igazából, amikor a gyerekekkel ezt meg kell tudni beszélni. Vagy hát legalábbis beszélni kell tudni. Igen. Nekem ez nagyon nehéz. Én is félek mindig, hogy jó helyre rakom-e a veszőt, ha kérdezek vagy válaszolok. Olyan értelemben mondom, hogy jó helyre, hogy jó hangsúllyal beszélek-e. Nem tudom. Nekünk is nehéz lesz, de azoknak a szülőknek is nagyon nehéz lesz földolgozni, akik elvesztették a gyereküket. Meg a gyerekeknek, akik ezt átélték, nem tudjuk elképzelni, hogy mind mentek át, és mennyi idő ez, hogy földolgozzák ők ezt. Azt hiszem, ebből a beszélgetésből talán a csendek voltak a leghátborzongatóbbak. A teljes interjú 19 óra 25-től az Egyenes Beszédben láthatják majd. És itt is elhangzott, mi még nem beszéltünk róla, hogy sokan sokféleképpen nagyon sok praktikus segítséget nyújtanak, és vannak, akik hősként segítettek ebben a helyzetben, amikor visszamentek egy égő buszba, és diákokat, társaikat mentették ki. Pszichológia meg tudja valahogy fogni azt, hogy mi múlik azt, hogy valaki egy ilyen helyzetben hősként reagál? Hát ez érdekes kérdés, mert vannak, akik kifejezetten ezt kutatják, keresik, például Tibb Árdó, aki nemrég volt Magyarországon, és végülis nem különleges tulajdonságokon, hanem valahogy a helyzet úgy alakul, és ő tud jól dönteni abban a helyzetben. Tehát nem lehet megjósolni, senki se tudhatja magáról előre, hogy vajon egy ilyen helyzetben hogy fog viselkedni. A hősök mellett, akik nem hősként viselkednek, ő rájuk még inkább, amit már említettünk, a rossz érzés, a szégyen érzet, hogy ők nem segítettek, még inkább teherként nehezedhet. Igen, de ezt érdemes a környezetnek megpróbálni oldani, mert hát, hogyha valaki egy égő buszból menekül, akkor mi többet várhatunk tőle, mint hogy próbáljon megérve kijutni. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki ezt tette, akkor mindent megtett, ami elvárható tőle. Ugye volt a bejátszás a fiúról, ő is egy kicsit, mintha szabadkozott volna, hogy gondoltam rá, hogy visszamenjek, de aztán nem. Igen. Neki nem volt dolga, tehát dolga volt érve kijutni. Uh-huh. Úgyhogy ebben a környezetnek, a családnak, a tanároknak, közvetlen közegnek nagy nyilván a felelőssége. Ez egy hosszú távú folyamat, és a jövőben mutató csak a kérdésem, hogy egy hozzátartozó, egy barát mikor érezheti azt, hogy az, aki ezen keresztül ment, mert túlélte, vagy mert éppen elveszített valakit, túljutott a nehezén és feldolgozta. Mik ennek a jelei? Az a jele, hogyha egyrészt átment azon, hogy láthatóan, tehát nem rögtön úgy tűnik, mintha feldolgozta volna, és legyint, hogy ő jól van, köszöni, tehát hogy egy folyamaton láthatóan átment, és hogyha tud úgy beszélni erről az eseményről, hogy tehát egyáltalán tud beszélni, és kezelni közben az érzelmeit, tehát hogyha nem válik ez tabuvá. Mert tulajdonképpen a feldolgozás ilyesmit jelent, hogy vissza tudunk emlékezni egy velünk történt dologra, úgyhogy már nem olyan fájdalmas az, vagy viselni tudjuk annak a fájdalmat. Ciglán Karolina, köszönöm szépen, hogy itt volt, remélem, hogy sikerült néhány hasznos tanácsot adnunk a nézőinknek. Most egy nagyon-nagyon más megközelítés következik, mert hogy közlekedésbiztonsági szempontból fogjuk megnézni ezt a tragédiát. És itt is ő velem szemben, Karlovics Kristóf közlekedésmérnök és szakújságíró, akivel már az adás előtt elkezdtünk beszélgetni, és akkor arra jutott, hogy nyilván találgatni fogunk, de talán jó nyomon akkor járunk, ön azt mondta, hogyha ez egy olyan tragédia lehet, arra indulunk el, ahol több kisebb hiba vezetett egy katasztrófához, így fogalmazott. Miből gondolja azt, hogy ez a forgatókönyv lehet a
valósághoz leginkább közeli? A legtöbb baleset több tényező szerencsétlen összejátszásának az eredménye, és elképzelhető, hogy most is így történt. Természetesen az olasz hatóságok mindent elkövetnek majd, hogy a legpontosabban felderítsék az ide vezető okokat, de addig is lehet találgatni, már csak azért is, hogy tanulságot lehessen levonni belőle. Elképzelhető például egy olyan folyamat, hogy az autóbusz jobb első kereke kap egy lassú defektet, fokozatosan veszti a nyomását, egyelőre nem érezhető semmi a vezethetőségén. Majd hirtelen a túlhevült gumiabroncs tönkre megy, hirtelen jobbra húz a busz. És ez indokolhatja ezt a hatalmas és nagyon gyors lefolyású tüzet? Ez még nem, mert ettől leszaladna jobb oldalra, a leálló sávon keresztül, súrolja a szalakorlátot, valahol megáll. De itt volt még egy lekanyarodó sáv, több ideje útja volt a busznak, hogy oldalirányba rohanjon, és történetesen pontosan a szalakorlát mögött ott volt közvetlenül az autópálya híd elmozdíthatatlan szilárd acélbeton pillére. És lehetséges, hogy a busz megnyomta a rugalmas szalakorlátot, az engedett egy kicsit, úgy is látszik az autóbuszon, mintha karosszéria jobb felső része sérült volna, tehát mintha megdőlt volna az ütközéstől, és megakadt a pillérben, és az olyan hirtelen állította meg, amely egyrészt szétroncsolta a busz elejét, másrészt okozhatta az üzemanyagtartály felszakadását, a gázolaj kifolyását. Itt is még van egy véletlenszerű tényező, éppen mennyi volt benne. És amikor ez vagy a kitüzesedett gumiabroncstól, vagy az ütközés következtében létrejött elektromos rövidzárlattól, szikrától kigyulladt, ez a óriási gázolaj tócsa hihetetlen gyorsan végigvezeti a busz alatt a tüzet, sokkal gyorsabban, mint a busz belseje gyulladna ki. Ez csak mind feltételezés. Van viszont még valami. A buszokat úgy gyártják, hogy a anyagai, például a belső berendezés műanyagai lehetőleg ne fogjanak tüzet, és ha igen, akkor ne keltsenek mérgező füstöt. De mi a helyzet az utasok poggyászával? Ez a busz tele volt pakolva sílécekkel, sícipőkkel, sportruházattal, síruhákkal, bukósisakokkal, síszemüvegekkel. Ezek mind műanyagból készülnek. Tartaléküzemanyag nem lehetett a buszban? Azt hiszem, hogy ebből a szempontból közömbös, hogy mennyi volt benne, mert hogyha csak egy kannányi 20 liter gázolajat ott szétlocsolnak, még az is tűzkatasztrófát idézhet elő. Ha ezt a forgatókönyvet vesszük, ebben ugye erről a cégről azt lehet tudni, hogy egyrésztről ezt a bizonyos busz 14 éve nem gyártja. Ugyanakkor én beszéltem magyarországi polgármesterrel, aki régóta utazik ezzel a társasággal, nagyon-nagyon megbízhatónak tartja őket, akik részletekbe menően minden szerződéspontot figyelembe vesznek, a sofőrök pihentek, tehát hogy abszolút korrektnek tartja őket. Akkor ez egy olyan baleset lehetett, amiért nem tehető felelőssé a társaság? Szeretném kifejezni együttérzésemet, örülök, hogy erre most alkalmat adott. Az áldozatok is a hozzátartozók mellett a buszos cég azon dolgozói felé, akik jól látták el a feladatukat, és most mégis egy szörnyű tragédia árnyéka betül rájuk. Az, hogy a busz régi típus, az nem sokat számít, hogyha rendesen, lelkismeretesen karbantartják, és semmi okunk feltételezni, hogy nem így történt. Előfordulhat, hogy valami olyan balszerencsés dolog történt, ami aztán más tényezőkkel együtt ehhez a katasztrófához vezetett. Ha nem ott ütközik a korlátnak, ha nincs mögötte az acélpillér, ha acélbeton pillér, ha stb., akkor ez nem így történik. Ugye látjuk a fotókat, hogy néz ki ez a busz a tragédia után egy ilyen állapotú roncsból, hogyan tudnak a szakértők adatokat kinyerni még? A szakértőknek megvannak a maguk módszerei. Ezek olyan műszaki részletkérdések, amikbe most nem is kell belemenni. Nyilvánvalóan sok minden elpusztult. De van esély arra, hogy perdöntő bizonyíték előkerül még egy ilyen állapotú járműből is? Igen, van rá lehetőség. Csak egyetlen apró példát mondok, amit mindenki megérthet.
megállapítható, hogy mondjuk egy frontális ütközés után megállapítható, hogy az autónak égett a fényszórója vagy nem. Mert ha nem égett, akkor az izzószál az összetört lámpakörtébe éppen maradt, uh-huh. ha égett, akkor szétmegy, mikor levegőt kap. És ez a defektes verzió is megállapítható? Kérdéses, hogy a defekt igen vagy nem, de esetleg a gumiabroncs szövetvázában észrevehető valami beszorult fémtárgy, ami a defektet okozta, vagy ilyesmi, nem kizárt. Ugye ön is elmondta, hogy az, hogy 14 éve nem gyártja ezt a típust az adott cég, attól ez a busz még rendben lehetett. Azt is meg tudják állapítani, hogy azokon az ellenőrzéseken, műszaki és egyéb ellenőrzéseken átesett ez a busz, amin kellett volna? Vagy... Ezeknek az ellenőrzéseknek nyilván dokumentálva hát, kell lenni. De most én konkrétan a buszra kérdezek, mert ugye az egy dolog, hogy mit írnak egy papírra. Ugye ezt a korábbi hazai buszkatasztrófáknál már láttuk, hogy a kettő nem mindig fedi a valóságot. Most nem vádolom nyilván ezzel a céget, de hogy magából a buszból kiderül-e ilyen állapotban is, hogy minden ellenőrzésen átesette? Erre nem tudok válaszolni, ez egy nagyon nehéz kérdés, főleg egy ilyen mértékben elpusztult busz esetében utólag megállapítani, hogy egy műszaki vizsgát, ellenőrzést mennyire lelkiismeretesen végeztek el, ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt ki lehet mondani, hogy a szabályozás most megfelelő az ilyen típusú személyszállítást illetően? Azt hiszem, hogy igen. Sajnos az a helyzet, hogy autóbuszbaleset noha ritkán történik, de akkor nagyon sok embert érint. Magyarország utóbbi 20 éves történetében is sok tömeges halállal, sérüléssel járó autóbuszbaleset történt, és ez mindig nagy figyelmet kelt. Igen, ez azt hiszem, hogy mi van. Is még vissza fogunk térni rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Be kell fejezni önöknek is, köszönöm a figyelmet. Most következnek a legfrissebb hírek a híradóban, holnap este pedig ismét várom önöket a Nap hírében. Szép estét!